Hát szervusztok, üdvözöllek benneteket a Haladó újabb epizódjában, ami folytatása lesz a horgász evolúciónak. Ugye az első epizódban elmondtam, hogy én hogyan kerültem kapcsolatba a horgászattal, hogyan lettem én magam horgász. És hát azt gondoltam, hogy a folytatásban pedig azokról a könyvekről, azokról a kiadványokról beszélnék egy pár szót, amik meghatározóak voltak az életemben. Ugye mai világban már a közösségi médiában az internet adta szabadságot kihasználva már mindent meg lehet találni nagyon könnyen. Régen ez nem így volt, és hát azért megvolt ennek a régi időnek is a szépsége, hiszen azért a könyveknek mindig van egy hangulata, és hát ugye ezekből lehetett információt jutni, azon túl ugye, amit a szülőktől, nagypapáktól vagy barátoktól a vízparton ellestünk. És hát ami még nagy haszna volt ezeknek a könyveknek, hogy azért azzal szemben, ami ma van, amit ma tapasztalni lehet a világhálón, az, hogy tényleg kontrollálatlanul mehet fel bármi, tehát ha én most kitalálom azt, hogy a elefántoknak a horgászatáról akarok írni, akkor nyugodtan írhatok, meg is jelentethetem, akár filmet is forgatok róla, akár mekkora bődületes baromság is, de ez általában azért kimegy a világhálóra, és hogyha valaki nem elég jártas, tehát kezdőként könnyen beleszaladhat olyan információba, amelyek félrevezetik, mert lehet, hogy pont olyan valaki írta azt a információt, aki még ő maga sincsen tisztában azzal, amit írt. Na most azért régen a könyvek világában, illetve az újságoknál, magazinoknál ez nem így van, hiszen azért ezekben megjelenő cikkeket, ezekben a megjelenő publikációkat azért mindig egy szerkesztőbizottság át szokta nézni, többször át szokták olvasni, és hát azért arra figyelnek, hogy olyan dolog, ami butaság, olyan ne kerüljön nyomtatásba, hiszen a szó elszáll, az írás megmarad, és hát ugye bármit le lehet törölni az internetről, azért a könyveket, azokat megsemmisíteni azért mégsem olyan nehéz. Tehát ami egyszer megjelent, majd fogjátok látni, hogy elég régi kiadványok is vannak itt előttem. Tehát ami egyszer megjelent, az már utána kőbe van vésve, tehát nyilván az idő eljárhat felette, de mindig visszakereshető és szembesíthető a szerzővel az, amit ő akkoriban mondott. Na hát akkor kezdjük is el a rövidbe kis könyvbemutatót, mondjuk így. Hát most egy ilyen rendhagyó kis könyvtári óra lesz. Hát melyek voltak azok a kiadványok, melyek voltak azok a könyvek, amelyek rám nagy hatással voltak, amik nekem segítették a horgásszá vagy versenyzővé válásomat is a későbbiekben. Ugye kezdtem ott, ugye, hogy gyerekkoromban jártam édesapámmal horgászni, majd amikor már ifjúsági versenyzőként, vagy ifjúsági korba cseperedtem, tehát ilyen 14 éves koromban úgy emlékszem, akkor kellett horgászvizsgát tennem, és hát itt van az a kis könyv, amiből én a horgászvizsgámat letettem annak idején, ez 1985-ös kiadású, hát elég viseletes már, megjárt az idő vasfoga, már itt ott azért megrágta, úgy látom, hogy jó párszor le is borítottam már valami nedves dologgal, mert már eléggé meg vannak fakulva a lapjai. Hát ezekből tanultam én meg a halakat. Nagyon fontos ugyanis az, hogy ismerjük azokat a halakat, amire horgászni fogunk. Lehet egyébként, hogyha van rá igény, akkor fogok majd egy ilyen horgászvizsga sorozatot is majd készíteni, amivel tényleg akik nulláról indulnak és horgászvizsgát szeretnének tenni, nekik majd segítséget nyújtok. Hát én ebből tanultam meg az alapokat. Illetve volt egy másik könyv, amit azért mind a mai napig ajánlok minden horgásznak a figyelmébe, ez pedig a Halbiológia horgászoknak című pénzes Betlen Tölg István nevével fémjelzett könyv. Ez is 1977-es kiadású egyébként. Ebben nagyon szépen végigvezeti a szerzőpáros a horgászokat egyáltalán a vízi élővilágon, egyáltalán hogy néz ki a vízpartnak az élővilága, milyen állatokkal, növényekkel lehet a halakon kívül találkozni, hiszen azért ne legyünk nagyon beszűkülve, ha kim vagyunk horgászni, akkor kim vagyunk a természetben, és azért jó, hogyha tisztában vagyunk azzal, hogyha elénk jön egy sikló, akkor az nem kígyó, meg nem vipera, hanem az egy egyszerű ártatlan kis sikló, úgyhogy ne ijedjünk meg tőle, illetve azokkal a madarakkal is nagyjából legyünk tisztában, amik ott szaladgálnak előttünk. A vöcsökre ne gondoljuk azt, hogy tőkésrécel, vagy ne higgyük azt a gólyára, hogy az egy szürkegém. Tehát ezeket is taglalja ez a kis könyv, illetve hát magáknak a halnak a biológiájával is foglalkozik tényleg ilyen alapszinten. Meg lehet belőle tudni, hogy hogyan keresik a társat a halak, hogyan érzékelik a víz alatt a különböző dolgokat. Van-e szaglása például a halaknak, ha van, akkor azt ők hogyan érzékelik, milyen a látása a halaknak, az idegrendszere. Tehát nagyon hasznos kis dolgokat mutat be ez a kis könyv, illetve hát itt már a halaknak egy kicsit komolyabb rendszertani leírása is megtalálható, mint amit a horgászvizsgánál tettünk. Tehát, hogyha valakit egy kicsit érdekel így a halbiológia, és el akar ebben mélyülni, akkor ez egy jó kis segítség tud lenni ez a könyv hozzá.
Ez a kettő olyan könyv volt, ami magával így a halakkal így általánosságban foglalkozott, és hát utána, ahogy elkezdtem én is a horgászatot, úgy kezdtem így a finom szerelékesebb, vagy hát nem mondanám, hogy akkoriban még nem volt ez finom szerelék, elkezdtem így a keszegezés felé kacsingatni, és hát ehhez volt egy nagyon-nagyon hasznos kis könyvem nekem, ez is egy nem mai kiadású, 77-es kiadású, ez a Dr. Holly Iván kezelésében megjelenő keszeghorgászat és versenyhorgászat című kis kiadvány. Hát ezt én látjuk rajta, hogy azért sokat forgattam, tényleg már szét van már szegény hullva. Nagyon-nagyon sokszor több helyen megtalálom még mind a mai napig benne azokat a kis aláhúzásokat, kis jelöléseket, amiket úgy gondoltam, hú, hát ezek nagyon fontos dolgok, és ezeket bejelöltem magamnak. Itt leírja például az úszóknak a működését, hogy milyen forma úszó, miért jó, milyen víztípusra jó, hogyan működik ez a víz alatt. Megtaláltok benne azok az úszó típusok, amik ugye a 70-es évek végén az akkori nagy francia világbajnokok Guinevere Tesse nevével voltak még ellátva, tehát az ő nevük alatt jöttek ki, ők találták fel ezeket a versenyúszókat. Nagyon szépen bemutatja az olmozást is egy lapon. Meg lehet találni azokat a olmozási típusokat, amiket még mind a mai napig egyébként használnak a versenyzők is. Van etetőanyag recept benne, leírja az etetőanyagokat is nagyon szépen, hogy melyik mire való, melyik mit csinál, hogyan működik, melyik az, ami ragaszt, melyik az, amelyik segíti az oldódást. Konkrét etetőanyag receptet is leír mind a küsznek, mind a keszekféléknek a horgászatára, állóvízre, folyóvízre. És hát ami nekem nagyon nagy segítség volt akkoriban, az a csontkukacnak volt a tenyésztése, hiszen akkoriban nem lehetett kapni csontkukacot, nem úgy volt, mint ma, hogy bemegyek a boltba, kérek egy liter csontit, aztán mehetek a dolgomra, hanem bizony akkoriban magunknak kellett előállítani a csalit, szedtük a gilisztát az árparton vagy a trágyadomból, csontkukacot tenyésztettük, és hát ehhez volt leírva egy ilyen kis eszköz, hogy hogyan lehet a csontkukacot tenyészteni, itt alá is van húzva, hogy hogyan lehet utána majd sokáig élve tartani, hát pont azért, mert nagyon meg kellett vele küzdeni, ezért nagyon vigyáztunk rá. És hát a másik nagyon fontos csali volt ugye a szúnyoglárva, amitnek a szedéséhez itt lehetett tippeket találni. Mi is a barátaimmal kimentünk a környező kis csatornákra szúnyoglárvát szedni, hát több pióca ment a lábunkra, mint amennyi szúnyogot találtunk, legalább megpróbáltuk, de nem volt egy egyszerű móka ez. Úgyhogy ez az a kis könyv, amit én azt gondolom, hogyha valaki versenyhorgászattal, vagy egyáltalán egy élvezetes kis keszekhorgászattal akar foglalkozni, akkor ezt érdemes neki megszereznie és elolvasnia. És hát utána most egy nagyot fogunk ugrani ugye a 70-es évek végéről. Itt a következő szerző, akinek a műveit én nagyon nagy szeretettel forgattam, és én nagyon sokat tanultam belőle, úgyhogy ezúton is köszönöm neki a munkáját, amit ő annak idején belefektetett ebbe a versenyhorgászatnak és a békés-alas horgászatnak a népszerűsítésébe. Ő pedig nem más, mint Szarka László. Ez egy 2001-es könyv, ez a Horgászhalaink sorozaton belül jelent meg. Tehát ez a versenyhorgászatról szólt. Ezt kezdtem el én annak idején olvasni, és hát ebbe leírta a nemzeti bajnokságokat, leírta a világbajnokságokat, az akkori nagy magyar versenyhorgászok, Katus Gyula, Erdei Attila, aki még mind a mai napig aktívan nyomja például, ő neki az írásai, vagy az ő horgászata olvasható ebben. Az akkori magyar versenypályákat szépen azért sorra vette azokat, amelyeken nagy létszámú versenyek voltak. Itt az Alcsi-szigeti dévérezést lehetett róla olvasni, de lehet róla olvasni folyóvízi horgászatot, illetve több nagy világbajnokságnak a apropóján, például a firenzei világbajnokságon, ahol az első érmet szerezte a magyar válogatottunk, annak a felszerelései, hogy ott milyen szerelékkel horgáztak, milyen vaglerúszókkal horgáztak, hogyan olmozták ki velencei tavi vaglerezést. Tehát, hogyha valaki versenyzésre adja a fejét, én azt gondolom, hogy nagyon hasznos, hogyha ezt a kis könyvet azért átlapozza előtte. A következő könyv is Szarka Lászlónak a nevéhez fűzhető, bár azért nem egyedüli szerzőként írt itt a békés halaink horgászatáról. Nagyon sokan lehet meg fogtok lepődni, ennek a másik szerző párosa a Döme Gábor volt. Ugye Gábor annak idején nem féderhorgászként kezdte, hanem egy nagyon jó úszós horgász volt, és hát akkoriban a magyar horgászban volt szerző, és hát Szarka Lászlóval együtt írták ezt a könyvet, amiben az összes keszekfélének, illetve nem csak keszekfélének, mert például pont az amur horgászatával kezdik, írnak a busa horgászatáról, compó, és utána pedig a keszekféléknek a horgászatáról, jászkeszeg, karikakeszeg, sneci, vörös szárnyú keszeg, ezek mellett pedig még a szóba kerül a kárász, kecsege, márna horgászata.
és hát nagyon hasznos kis dolgokat írnak le benne, konkrét szerelék, leírások vannak benne, kis ábrák, hogy hogyan képzeljétek el a víz alatt, hogy hogyan működik ez a szerelék, és hát ha valaki folyóvízi horgászatra adja a fejét, akkor abban is nagyon sok segítséget talál ebben a könyvben, vagyis hogy ahhoz is nagyon sok segítséget tud találni ebben a kis könyvben. Következő könyv, szintén Szarka Lászlónak a írása, ez a keszekhorgászat modern módszerekkel. Hát ahogy mondtam nektek, a Dr. Hollivának a keszekhorgászat, versenyhorgászat volt a bibliája, ez volt pedig a másik bibliám, mert ezt forgattam még nagyon-nagyon sokszor. Ebben az összes keszekhorgász módszer, a spitzbotos módszertől kezdve a vaglerúszós módszerig, a bolonyai módszerig, fenekező módszerig. Érdekes egyébként, hogy akkor még rezgőspicces módszernek hívták a féderezést is. Mint látjátok, azért ez a könyv, ez ilyen 140-150 oldal, és hát csupán 20 oldal foglalkozik a féderezéssel. Azt gondolom, hogy ez már egy kicsit már átfordult, de a úszós módszereknek a minden egyes válfaját szépen bemutatja a szerző. Vannak benne nyilván képek is, és hát olyan neves személyiségek segítenek itt eligazodni nekünk a horgászatra értelmében, mint Erdei Attila, akit akkoriban a meccsbotozás pápájaként apostrofáltak nagyon sokan, de hát szóhoz jut ebben a könyvben például az is, hogy hogyan lehet a különböző csalifajtákat horogra tűzni, illetve hát az etetőanyagnak a keveréséről, az etetőanyagnak az elkészítéséről is nagyon jó kis cikk jelent meg ebben a könyvben. Szintén Szarka Lászlónak a nevéhez köthető a horgászvilágbajnokság, ami úgy emlékszem, hogy 2004-es madunicei horgászvilágbajnokságnak a történéseit írja le. Bemutatja az összes a csapat tagot, aki akkor horgászott, és hát lépésről lépésre minden egyes apró mozzanatot bemutat a madunicei világbajnoksággal kapcsolatban, ahol Magyarország az első világbajnoki érmét szerezte meg. Ugye Nagy Attila, Hamar Ferenc, Ambrus Tibor, Katus Gyula, Schäfer Karcsi, Magyar Szilárd alkották a csapatot, és hát mindegyikük be van mutatva. Németh László volt akkoriban a szövetségi kapitányunk, és hát egy nagyon-nagyon lelket melengető volt nekem ez a könyv, hiszen nagyon büszke voltam arra, hogy én magam is kilátogattam erre a világbajnokságra, és hát barátaimmal, Cibuskámmal és egy másik horgászbarátommal hárman izgultunk végig egy magyar zászlóval a fiúk mögött, és hát ez nekem egy nagyon meghatározó horgászvilágbajnokság volt, hiszen itt volt közel Szlovákiába, és ez volt az első olyan külföldi világbajnokság, amire kilátogattam, mert korábban a hazaiakra, azokra elmentem a velencei tavon is. Ezek voltak azok a horgászkönyvek, amelyik ilyen szakmai jellegű könyvek voltak, és nekem komoly hatással voltak a horgász pályafutásomra. De hát azért nem mindig csak a száraz horgász tényekről, nem mindig csak a szakirodalomról szól a horgászat, hanem nagyon szép élmények is érnek bennünket, és hát vannak olyan szerzők, akik nagyon remekül le is tudják ezeket az élményeket írni. És hát nekem az első ilyen horgász íróm, akivel találkoztam, ő Víg József volt. Ő a Balatonnak volt a nagy szerelmese. Hát ez a könyv, amit most itt a kezembe tartok, ez még 28 forint 50 fillér volt. Nem is tudom, hogy 70-es évek eleje volt, úgy emlékszem, 1974-ben adták ki ezt a könyvet, és hát fantasztikus, izgalmas kis horgásztörténetek voltak benne, és hát talán azért is kedveltem meg én magam is az olvasást, meg talán azért is kezdtem én magam is úgy írogatni, mert ilyen kis élvezetes elbeszéléseket, novellákat volt szerencsém olvasni, mint például a Víg Józsefnek a Vizek, halak, emberek című kiadványában megjelenő kis elbeszélések. A következő szerző, aki szintén nagyon nagy kedvencem, Zabos Gézának hívják. Itt az én kezemben most a horgászoknak a Tiszáról szóló könyve van. Ez nem kimondottan elbeszélő költemény, nem kimondottan elbeszéléseket, novellákat tartalmaz, hanem inkább a Tiszának a bemutatása. Ez azért volt nekem nagyon fontos, hiszen a Tisza mellett a Bátszalókon nőttem föl. Éltem egy jó ideig Nyíregyházán is, láttam ott a Felső Tiszát is, és hát Zabos Géza a Felső Tiszát bejárja egészen Vásáros Naménytól, egészen le, sőt Fehérgyarmat, Máté Szalka, a Vásáros Namény szakasztól egészen a szegedi alsó Tisza szakaszig, és hát leírja pontról pontra, hogy miket lát, milyen térképek vannak mellékelve, melyik helyen miket lehetett akkoriban fogni, mert nyilván azért a Tisza is nagyon nagyot alakult, és hát értekezik a Tiszának a sorsáról is, arról, hogy hogyan alakult ki ez a folyó, hogyan alakultak ki a holtágak, milyen lakói vannak, ezekre hogyan kell horgászni.
Tehát azt gondolom, hogy a Tiszával, aki kapcsolatba kerül és szeretné a Tiszának a soraiban olvasni, annak nagyon ajánlom ennek a könyvnek az elolvasását, illetve hát Zabos Gézának bármelyik könyvét, mert például ott van a Kacagóharcsa című könyve, amire így emlékszem, hogy az is egy nagyon nagy kedvencem van, az most sajnos nincs nálam, az otthon maradt, a szüleimnek a házában van, de mindenféleképpen érdemes Zabos Gézának a írásait is olvasgatni. És hát azért nem maradunk mi értékes kiadványok nélkül napjainkban sem, hiszen van ma is nagyon, nagyon jó tollú író, őt Szári Zsoltnak hívják, valószínűleg ismeritek is Zsoltot, ő a Balatoni Halászati ZRT-nek most a vezérigazgatója, és hát 1000 szálon kötődik a Balatonhoz, ugyanúgy, ahogy Víg József is, és valami elképesztő szépen tud írni a Balatonról. Ez a könyvem nekem ez azért volt nagy érték, mert egy horgászversenyen, ahol részt vettem, ott mind díj kaptam meg ezt a könyvet, és akkor olvastam el először ezeket a elbeszédéseit, horgásztörténeteit Zsoltnak. Korábban újságból olvastam már egy párat, de ez volt azt hiszem az első kiadványa, amit azóta már több is követett, például a Balaton íze, ami nem egy receptkönyv, mielőtt itt bárki arra gondolna, hanem szintén a Balatonról szóló kis elbeszédéseknek a gyűjteménye, illetve hát megjelent most egy ilyen összefüggő kiadvány is, amiben az eddig megjelent Szári Zsolt könyvek egyben kerültek kiadásra. Tehát, hogyha a szakmai dolgok mellett én ajánlom, hogy olvasatok azért néha egy kis szép irodalmat is, mert meseszép dolgokat lehet ezekben a könyvekben találni. És hát a könyvek mellett még azért vannak folyóiratok is, amiket én előszeretettel lapozgatok. Hát kezdjük egy magyarról, a Magyar Horgász. Ugye kicsit elfogult vagyok ezzel a lappal kapcsolatban, hiszen azért a munkámhoz elég szervesen kapcsolódik, hiszen én magam is szerzőként több újságcikkem jelent meg ebben a lapban, illetve hát munkahelyemben kapcsán is ugye most a horgászversenyekről a versenybeszámolók is ebben jelennek meg. És hát azért érdemes, én azt gondolom, hogy ezt a kiadványt olvasni, mert a szerző gárdak az nagyon komoly benne. Tehát Walter Tamás, Erdei Attila, hogy most a finom szerelékes vonalon maradjunk, de a pergetőknél is Varga Vili, Szarvas Zoltán, Bokor Károlynak a neve, azt gondolom, hogy Stahovics Petinek, azt gondolom, hogy egy fogalom azért a szakmába. Tehát nagyon hasznos írások szoktak megjelenni benne. Illetve hát a versenybeszámolók, amik nem azért fontos, mert én írom őket, félreértés ne essék, hanem azért fontos, hogyha valaki versenyzésre adja a fejét, akkor azért ezeket a versenybeszámolókat, hogyha elolvasgatja, akkor egy-egy adott versenypályának a dolgaival valamennyire képben kerülhet, és hát mégse teljesen vakon fog elmenni egy ismeretlen versenypályára, mert ezekből a leírásokból azért meg lehet tudni, hogy mit horgászott ott például a győztes, hogyan horgászott, milyen halfajokat lehet abban a vízben fogni, és hát vannak még benne természetesen PR cikkek is, de ezek a PR cikkek is mind-mind szakmai cikkek, amikből én azt gondolom, hogy lehet okulni. A következő lapok, ezek már külföldi újságok. Két olyan angol újság van, amit én előszeretettel olvasgatok. Ez egyik az a Match Fishing magazin, a másik pedig a Course Fishing. Volt igen egy Paul Fishing nevű újság, de az már beolvast, úgy tudom, hogy beolvatta a Course Fishingbe, tehát most már itt lehet látni a logóját a Paulnak és a Paul Fishing magazinnak. A nyomtatott sajtó nincsen jó helyzetben külföldön se egyébként, tehát biztos, hogy szűkülnek össze a lapok, tehát Magyarországon is elég sok horgász magazin szűnt meg, talán nyomtatásban kettő jelenik meg, a Magyar Horgász, illetve a Sikeres Sporthorgász, és az angoloknál sincsen ez másképp. De én nagyon szeretem ezeket az újságokat olvasgatni, lehet azért, mert én meg egy kicsit én régi módi vagyok, de ha valamit olvasni kell, akkor jobban szerettem kézbe venni és így megfogni. Egész más ezeknek a magazinoknak és a könyveknek a hangulata, tudom lapozni, kezemben van egy illata, van egy hangulata. Tehát jó dolog a internet is, de én azt gondolom, hogy hasznunkra válik az, hogyha azért forgatunk a kezünkbe ilyen magazinokat. És hát ezekben az angol magazinokban is nagyon sok olyan dolgot lehet találni, ami nyilván ők is azért néha ismétlik önmagukat, de azért nagyon sok hasznos tippet, nagyon sok hasznos ötletet el lehet belőlük lesni, mert rendtentő jól vannak illusztrálva, tehát zseniális fotókkal van ellátva. Tehát hogyha valaki nem is beszéli az angol nyelvet magas fokon, én azt gondolom, hogy akkor is nagyon, nagyon sok hasznos dolgot el lehet belőlük lesni. Néha egyébként egy-egy fotót, hogyha megnézzünk alaposan, akkor azon lehet felfedezni valami kis turpisságot.
Hát ennyi volt most hirtelen ez a kis könyvemutató és ilyen kis kevcsináló ahhoz, hogyha valaki horgászni szeretne, akkor mégis én milyen kiadványokat ajánlok, én milyen kiadványokon keresztül kezdtem el a horgászatot, és hát ezt követően most már belecsapunk mondjuk úgy a lecsóba, és hát akkor elkezdjük szépen sorra venni azt, hogy milyen horgász eszközök vannak, milyen horgász technikák vannak, és szépen lassan sorba végig fogunk ezeken menni. Ha tetszik ez a kis sorozat, akkor ne feledkezzetek el feliratkozni, illetve hát, hogyha gondoljátok, akkor dobjatok egy lájkot, vagy kommentbe írjátok meg, hogy ebben a sorozatban, ami a horgászatnak az evolúciója, ebben miről szeretnétek még hallani. Én köszönöm, hogy velem voltatok a mai napon, és hát találkozunk legközelebb is. Sziasztok!